Ami segítségünkre jön az Istentől, aki teremtette az egeket és a földet. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy nem fáztok nagyon. A tél még azért kitart egy kicsit. Hány hét van a tavaszig? 2-3? A hivatalos tavasz. Mikor kezdődik itt? Szeptember 1. Szeptember 1, akkor még azért van egy pár hetünk. Szent Háromság utáni 10. vasárnap, ha jól számolom, a mostani. Az első énekünk a 88. Kínbe jöttünk nagy örömmel, és az első 3 verset énekeljük, tehát 88. ének, és az első 3 vers Kínbe jöttünk nagy örömmel. Olvasmány. A mára kijelölt és kiválasztott olvasmány Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből van, ennek a levélnek a 6. fejezetéből, a 6. fejezetből olvasok fel részleteket. Tehát Pál apostol levele az efézusiakhoz és a 6. fejezet az első verstől kezdve. Gyerekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret is fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. Ti pedig, apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Ti szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek uraitoknak olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus igazi szolgáiként cselekedjetek, Isten akaratából, lélekből és jó akarattal. Mert tudjátok, hogy ha valaki jót tesz, visszakapja azt az Úrtól, legyen szolga, vagy legyen szabad. Ti pedig, hatalmasok, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nektek is, és nekik is uratok, és aki nem személyválogató.
Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, fölövezve derekatokat igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábaitokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindehez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. És vegyétek fel az üdvösség sisakját is, a lélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért, és én érettem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. A kegyelem Istenet egy áldottá az Úr szent igéit, hogy Krisztusnak beszéd alakozzék bennünk gazdagon, hogy ő benne is ő általa sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, ének szóval dicsérjük az Istent, a 21. számú énekünket énekeljük. A 21. számú énekünk egy nagyon szép zsoltár. Haragodnak nagy voltában, megindulván ne fegy meg, Uram, engem. Rövid versek, mind a 6 verset énekeljük, tehát 21. énekünk. Haragodnak nagy voltában, és mind a 6 vers. Thank you.
Tudom, hogy szerettek énekelni, úgyhogy ezért választok mindig sok verset. De tényleg ez egy nagyon szép zsoltár. Egyébként ez a 38. zsoltár nálunk az énekeskönyv furcsán számozva. Ugye 150 zsoltár van, és nekünk azt hiszem 40-valahány zsoltár van összesen meg az énekeskönyvben. Úgyhogy ezért a számok, a zsoltárok száma az énekeskönyv zsoltár számokkal nem talál. Nem, 73 van, tehát kicsivel több, mint amit én gondoltam. Tehát a 150-nek majdnem a fele megvan. A magyarországi és az új erdélyi énekeskönyvben már mind a 150 zsoltár benne van. A mi énekeskönyvünk, ezt sokan tudjátok, de ha már beszélek róla, akkor mondom, ez az amerikai magyar énekeskönyvnek a hű másolata, és ezt az erdélyi énekeskönyv alapján állították össze az amerikai lelkészek, valamikor a II. Világháború után, és ezt úgy vettük át, mi, mint egy másik diaszpora vagy emigrációs egyház. Emlékszem, sok vita volt körülötte, ahogy olvasgattam itt az egyház történeti feljegyzéseket, hogy miért nem a Magyarország énekeskönyvet vettük át, miért az amerikait, és hát végül az volt a döntés, hogy hát nem vettük át azt az énekeskönyvet, amit Magyarországon adtak ki, hiszen akkor ugye Magyarországon egy kommunista rendszer volt. Egyébként a Magyarország énekeskönyv a 48-as ettől a miénknél lényegesen gazdagabb és jobb. De hát ez volt akkor a presbitérium döntése, úgyhogy így használjuk mi ezt az énekeskönyvet. Na de nem ez a lényeg, csak véletlenül mondtam, úgy eszembe jutott ez is. Ami ettől sokkal fontosabb az az, hogy elcsendesedjünk és imádkozzunk. Gyertek, ülve maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Istenünk, bűnbánattal és alázattal kérünk, hogy haragodnak nagyobb voltában megindulván ne büntess meg minket, hanem fogadd el tőlünk azt, hogy azért jöttünk ide, mert hisszük és valljuk, hogy szükségünk van rád, és szükségünk van arra a szeretetre, amellyel te tudsz szeretni és átölelni minket. Bocsásd meg emberi tévedéseinket, gyarlóságainkat, és ölelj most magadhoz. És szólj hozzánk igéd és szent lelked által. Áld meg az ige hirdetésnek a sokszor gyarló tétova szavait, add, hogy noha emberi szavak mégis hordozzák a te örökkévaló üzenetedet, és áld meg ennek az ige hirdetésnek a hallgatását is, hogy valóban be tudjuk fogadni a tőled jövő üzenetet, és el tudjuk fogadni azt az ölelést, amellyel te ölelsz minket. Menj el, édesatyán, kapcsolt bele a közösségbe a távol lévőket, azokat is, akik csak lélekben vannak itt, azokat is, akik a közvetítés által kapcsolódnak hozzánk. Hát, hogy valóban egy közösség legyünk, és legyünk együtt azokkal, akik az Anya Szent Egyházban téged imádnak, magasztalnak és dicsőítenek. Ezt kérjük most tőled, ennek az Anya Szent Egyháznak a feje nevében, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében, hallgass meg minket. Amen. És akkor a 87. ének. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére, bére, testünk, lelkünk istenéi az ő tiszteletére. 87. ének, és ennek egy verse van, úgyhogy ezt az egy verset énekeljük. Thank you.
Lukács 5. könyvében, a 4. fejezetben, az 5-től a 20. terjedő versekben. Tehát Isten igéje írva található a Mózes 5. könyvében, a 4. fejezetnek az 5-től a 20-ig terjedő verseiben. Innen olvasom az igét. Íme én megtanítalak benneteket azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket Istenem az Úr parancsolt meg nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahová bementek, hogy birtokba vegyétek. Tartsátok meg és teljesítsétek azokat, mert ezek által lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd. Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet. Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk, a mi Istenünk, az Úr, valahányszor kiáltunk hozzá. És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és előírásai, mint amilyenek az az egész törvény, amelyet én adok elétek. Őrizkedjetek azért is, vigyázzatok nagyon magatokra, hogy meg ne feledkezzetek azokról, amiket saját szemeitekkel láttatok, és ki ne vesszenek emlékezetetekből, amik csak éltek. Ismertesd meg azokat a fiaiddal és unokáiddal is. Azt a napot, amelyen ott álltál Istened az Úr előtt a Hóreben, ahol ezt mondta nekem az Úr. Gyűjtsd ide hozzám a népet, hogy meghallgassa igéimet, és megtanuljanak félni engem mindenkor, amíg csak a földön élnek, sőt tanítsák meg erre fiaikat is. Amikor ti odajöttetek és megálltatok a hegy lábánál, a hegy pedig égig érő lánggal égett, sötétség, felhő és homály borította. A tűz közepéből az Úr beszélt hozzátok. Hallottátok beszélni, de alakot nem láttatok, csak hangot hallottatok. Kijelentette nektek szövetségét, amikor megparancsolta, hogy teljesítsétek a 10 igét, és felírta azokat 2 kőtáblára. Nekem pedig megparancsolt akkor az Úr, hogy tanítsalak meg benneteket azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket teljesítenetek kell azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Nagyon vigyázzatok azért magatokra, mivel nem láttatok semmiféle alakot, amikor az Úr beszélt hozzátok a Hóreben a tűz közepéből. Azért nehogy elfajuljatok, ne tekintsetek magatoknak bálványszobrot semminek a képmására, ne készítsetek magatoknak bálványszobrot semminek a képmására. Semmiféle bálványt férfi vagy nő formájára, se szárazföldi állatok formájára, se az égen repkedő madarak formájára, se a földön csúszó mászók formájára, se a föld alatt a vizekben levő halak formájára. Ha szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat és a csillagot, az ég minden seregét, el ne tántorodj, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert azokat az ég alatt levő összes többi népnek hagyta meg Istened, az Úr. Titeket azonban kézen fogott az Úr, kihozott Egyiptomból, a vaskohóból, hogy az ő tulajdon népe legyetek, ahogy ez még ma is. Titeket azonban kézen fogott az Úr, és kihozott Egyiptomból, a vaskohóból, hogy az ő tulajdon népe legyetek, ahogyan van ez még ma is. Ritkán szoktam ószövetségi ígéről prédikálni, de gondoltam, hogy ragaszkodom az igeolvasó és igehirdető kalendáriumhoz, és megtartom ezt a szép igét, sok fontos és útmutató tanítás van benne. Nyilván hosszú az ige szakasz, és minden gondolatot nem lehet belőle kiemelni, de egy párat mindenképpen fontosnak tartok, és ezeket próbálom most megosztani veletek. És furcsa módon az utolsó gondolattal kezdem, mert az adja meg az egésznek az alaptónusát, és az adja meg az értelmezési kulcsot is. Az utolsó mondatban arról van szó, és az az üzenet, hogy Isten kijelenti a népe számára, hogy az enyém vagy, én kiválasztottalak, elhívtalak, kihoztalak és megtartottalak téged. Enyém vagy, mondja az Isten az ő népének,
És ez nem csak akkor és ott volt igaz, hanem igaz itt és most, hiszen mi úgy hisszük és azt tanítjuk, hogy Istennek választott népe az az Anyaszentegyház, az az egyház, amelyet Krisztus gyűjt, védelmez, oltalmaz és megtart. Eképpen a miénk is ez az ígéret, hogy Isten népe vagyunk, Istenhez tartozunk. Ebben semmilyen rossz és fenyegető szándék nincsen, nem arról szól ez az ige, hogy Isten úgy ragadott magához, hogy elvett szabadságunkat, hanem azt mondja, hogy én ragaszkodom hozzátok, hozzám bármikor visszatérhettek, az enyémek vagytok, és az én szeretetem semmiképpen meg nem inog, és az én döntésem meg nem változik. Isten népe vagyunk. És ebből kiindulva, ebből az alaphangból kiindulva tudjuk értelmezni, hogy mit jelent Isten népének lenni. És a következő gondolatokat tudom ezzel kapcsolatosan veletek megosztani. Isten népének lenni azt jelenti, hogy Isten törvényét ismerni, és Istennek engedelmeskedni. A mai világban és a mai ember számára ez egy picit idegen, sőt fenyegető. Isten népének lenni azt jelenti, hogy Isten törvényét ismerni és annak engedelmeskedni. Hiszen mi azt gondoljuk, és sokszor úgy is élünk, hogy kiköveteljük magunknak a szabadság, illetve a szabadosság jogát. Nincs szükségünk semmilyen törvényre, mi megszabjuk majd azt, hogy mi a jó nekünk, hogy hogyan tudunk ebben a világban boldogulni, és tiltakozunk minden törvény és minden rend ellen. Vajon így van ez? Egyáltalán nincs így. Az Isten törvénye az felszabadít, a világ törvénye pedig gúzsba köt. Anélkül, hogy túlhangsúlyoznám és túlaktualizálnám ezt az igét, csak megfontolásképpen is a gondolkodás elősegítése véget mondom, hogy azt gondoltuk mai társadalomban és a mai világban élő emberek, azt gondoltuk, hogy mi szabadok vagyunk. És akkor megtapasztaltuk az elmúlt jó pár évben, hogy ennek pont az ellentéte az igaz. Mindenféle szabály, törvény és korlátozás vesz körül bennünket, és a világ arra halad, és éppen most ezt látjuk, hogy nemhogy szabaddá teszi az embert, hanem gyakorlatilag a szabadságának, az ember szabadságának az utolsó maradványait is elveszi. Én kimerem jelenteni azt, hogy soha nem volt még annyira szabályozva az emberi élet, és talán még az emberi lelkiség és a gondolkodás sem, mint ma. Mindenre van egy szabály, mindenre van egy törvény. Gyakorlatilag a saját házadban sem teheted azt, amit jónak látsz, hanem csak azt, amit megenged neked valamilyen rendelet, valamilyen szabály, valamilyen törvény. És mi azt gondoltuk, és ez volt a naivság és a naivitás bennünk, hogy eldobtuk az Isten törvényét, és megalkottuk az emberi szabadságot. És pont az ellentétét értük el. Isten törvénye szabadnak tart, nagyon kevés dologban korlátoz, és amiben korlátoz is, a mi érdekünkben korlátoz. A világ törvénye, a mai társadalom törvényei és rendelkezései szabadságunkban korlátoznak, önkifejezésünkben akadályoznak meg, és rabságban tartanak. És ha nem így látod, akkor gondolkodj el azon, amit hallottál, és gondolkodj el a saját életeden, és nézd meg, hogy mi szabad neked. Az szabad neked, ami nem tilos. És utána olvasd el a 10 parancsolatot, nézd meg az Isten törvényeit, és gondolkodj el azon, hogy azok a törvények téged szabadságban, vagy pedig rabságban tartanak. Vedd őket egyenként. És nézd meg, hogy
melyik törvény miképpen hat a te életedre, és azok életére, akik veled együtt, egy közösségben élnek. És észre fogod venni, hogy a törvény megvédi a szabadságodat, és megvédi a másik szabadságát is, az embertársaid szabadságát is. Hiszen abszolút szabadság nincsen. És abszolút szabadosság sincsen, mert ahogy mondtam, a világ noha trombitálja, hogy minden szabad, és minden lehet, gyakorlatilag gúzsba köt, sőt, ahogy mondtam, még a gondolkodást is, és az önkifejezést is meggátolja. El nem tudjátok képzelni, hogy mekkora szabadság az, hogy ebben a templomban azt mondunk, amit akarunk. Nincs ilyen szabadsága egy tanárembernek az iskolában. Tanítson természettudományokat, vagy tanítson társadalomtudományokat, gúzsba van kötve. Nem mondhatja azt, amit gondol. Csak azt mondja, amit neki megengednek. Nincs ilyen szabadsága egy újságírónak sem. Én nem hiszem, hogy az újságírók pont olyan nagyon ágyultak lennének, mint amilyen cikkeket írnak az újságban. Többet és jobbat feltételezek róluk. Nincs ilyen szabadsága annak, aki a televízióra műsorokat vezeti. Egyszerűen nem mondhatja el a véleményét. Mert ha elmondja, ha kiénekel a kánonból, abból a kánonból, amit neki a világ diktál, másnak már munkanélküli, sőt, kiérdemli, idézőjelben, persze ezt a kifejezést, kiérdemli a szomszédok és a társadalom megvetését. Mondjak egy érdekes példát, egy személyes példát. Tegnap elmentem vásárolni a mai ebédhez, és hát itt ezen a vidéken érdekes emberek is laknak, áldja meg őket a mindenható. Ez egy nagyon haladó, tudod, ilyen ébredt, woke, progresszív közösség. És hát mindenféle politikai ügynek vannak ilyen lelkes támogatói, és most jön egy népszavazás, készítik elő nagy durral, és nyilván kint voltak a népszavazásnak a lelkes támogatói, és osztották a szórólapokat, és mindenkit biztattak a szavazásra. És mondtam neki, hogy te figyelj, szerintem rám kár pazarolni azt a színes lapot, amúgy is úgy látom, hogy természetvédők vagytok, ne adjatok már a papírlapot nekem, mert én nem értek ezzel egyet, és én másképpen fogok szavazni. Ha láttátok volna azt a gyűlöletet és azt a felháborodást. És mondtam nekik, hogy nem arról van szó, hogy népszavazás? Mindenki elmondja azt, amit gondol. Nem. Nem lehet másképpen gondolkodni. Nem lehet más véleményt megfogalmazni. Mert ha kiszólsz, kiénekelsz a kánonból, orba vágnak bizony, és nem is akárhogyan. A világ törvénye megköt, Isten törvénye pedig szabaddá tesz. Ezért mindig el kell gondolkodni azon, hogy kinek a törvényét akarom követni. Mert Isten törvénye véd. Ebből a hosszú fejezetből a második, illetve most már a harmadik gondolat, amit ki szeretnék emelni, az a bálványimádásnak a tiltása. Ahogy olvassuk ezt a hosszú tanítást, megjelenik az a gondolat, hogy Isten nem ábrázolható ki semmilyen formában, ezért mindenféle bálvány tilos az Isten népe számára. Mit gondoltok, hogy ez miért őrzi a szabadságunkat? Azért őrzi, mert aki az Istent imádja, az védve van mindenféle bálványtól, mert tudja, hogy csak egy Isten van. Ezért nem áll semmilyen úgynevezett ügy szolgálatában. Az Isten ügye szolgálatában van, és ezért nem lehet őt bekötni, befonni, besorozni olyan ügyek mellé, melyek teljes egészében idegenek, sőt ellentétesek az Isten akaratával és kijelentésével. Mi nem imádunk bálványokat, nem imádunk társadalmi mozgalmakat, nem imádunk társadalmi ügyeket, mi az Istent imádjuk, és ebben az Isten imádatban őrizzük a mi szabadságunkat, a mi gondolataink, a mi lelkünk, a mi véleményünk, és a mi szólásunk szabadságát. Egyelőre még lehet, de csak itt a templomban lassan, és ezt is ki tudja, hogy meddig. Nem véletlen az egyébként, hogy milyen nagy lelkesedéssel ugrottak neki a templomoknak, az egyházaknak, a keresztény közösségeknek az elmúlt egy pár évben, hogy mindenképpen bezárni és lezárni őket, amennyire csak lehet. Mert oda nem mindig terjed el az államnak
a hosszú és mindent elérő keze. Belelóg sajnos nagyon sokszor az egyházak életébe is, és az egyházak is átveszik, és próbálnak a világgal együtt menni, és jobbnak lenni, mint a világ, és ez a jó emberkedés az, ami tulajdonképpen a legrosszabb. Ne jó emberkedjél, jó? Kövesd az Isten akaratát, valósítsd meg a Krisztus tanítását az életedben, és ne jó emberkedjél mindenféle úgynevezett ügy mellett, hanem együgylek legyél az elkötelezett szolgálja, ez pedig az Isten ügye. És ha azt csinálod, és ha betartod az Isten tanítását és parancsolatát, sem a világban nem teszel kárt, sem másban, sem magadban. Nincs bálványimádás, mondja Mózes a népének, ne felejtsétek el, nem imádhattok bálványt. És az utolsó gondolat, amit meg szeretnék veletek ezzel kapcsolatosan osztani. A döntés a tiétek. Ahogy mondtam, az Isten befogadó szeretettel szeret minket. De az rajtunk áll, hogy ezt a szeretetet mi viszont szeretjük-e. Ez egy meghívás. Isten szeret bennünket, de nem fog elnyomni. Nem fog bennünket úgy birtokba venni, hogy akaratunk ellenére. Erre a meghívásra nekünk kell válaszolni. Mi kálvinisták hiszünk az Isten kiválasztó, elhívó kegyelmében. Ahogy szoktuk fogalmazni és mondani, hiszünk a predestinációban. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az Isten kiválasztására, elhívására nekünk válaszolni kell. Mózesnek is, aki az Isten törvényét hallja és közvetíti, választania kell. Isten szolgálja-e, a népet az Isten útján vezeti-e, vagy pedig valami mást keres. És úgy dönt, hogy az Istent akarja szolgálni. Eképpen a meghívás és a hívás a 21. században is ugyanígy szól. Neked kell dönteni. Isten befogadóan szeret, úgy szeret, hogy megbocsátotta a bűneket, úgy szeret, hogy ezt a szeretetét nem változtatja meg semmi, de erre a szeretetre és erre a meghívásra neked kell válaszolnod. És erre csak egy életnyi időd van. De az élet az furcsa. Sosem tudod, hogy meddig tart. Ezért az életnyi idő, az mindig a mostban valósul meg. Most kell válaszolnod, most kell elfogadnod, mert nem tudod, hogy meddig tart. De az utolsó percig van lehetőséged erre a szeretetre és erre a meghívásra válaszolni. Ne hagyd az utolsó percre. Választ a most felkínált kegyelmet, és fogadd el az Isten szeretetét, és szeresd őt vissza, azzal a szeretettel, amivel szeretni kell teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ámen. Testvérek, az igére válaszolunk a 140. énekünk első versével, meghallgatók szent beszédedet, ez a 140-es ének és ez az első vers. Gyertek testvérek, együtt és fennállva imádkozzunk. Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te elhívtál bennünket, és köszönjük, hogy mi a te néped lehetünk, és köszönjük, hogy ebben az elhívásban ott van a szereteted, ott van az a szándékod, hogy bennünket megőriz és megtarts, hogy szabadságunkat, emberi méltóságunkat meg tudjuk őrizni.
Bocsáss meg, hogy sokszor nem melletted, hanem ellened döntöttünk. Bocsáss meg azt, hogy sokszor elfeledkeztünk rólad, elfeledkeztünk a te igédről, sőt azt gondoltuk, hogy a te tanításod, a te törvényed elveszi a szabadságunkat. Bocsáss meg balgaságunkat. Most már látjuk, szánjuk és bánjuk vétkeinket. És kérjük tőled a te törvényednek, a te igazságunknak szabadító örömét. Óvj és tarts meg bennünket mindenféle szabadosságtól, hogy valóban tudjunk úgy élni, hogy téged teljes szívünkből, lelkünkből, teljes elménkből tudjunk tisztelni, szeretni és imádni, és embertársainkkal pedig úgy éljünk és úgy viszonyuljunk hozzájuk, mint ahogy szeretnénk, hogy ők viszonyuljanak és közelítsenek hozzánk. Add, hogy ne ártsunk se a világban, mely a tiéd és melyet nekünk adtál, hogy ne ártsunk önmagunkban és ne ártsunk egymásban sem. Mennyei édesatyánk, itt és most is imádságban, könyörgésben hordozzuk ennek a közösségnek minden tagját. Ma is külön imádkozunk a gyülekezet beteg tagjaiért, mint áldott orvos, gyógyítsd őket, látogasd meg őket, öleld át őket. Imádkozunk most is a gyászoló, az emlékező testvérekért. Add meg a gyászolóknak, az emlékezőknek a feltámadás vigasztalását, az örök élet reménységét, az evangéliumot, a jó hírt, hogy te nálad kegyelem, te nálad bűnbocsánat és örök élet van. Imádkozunk ezért a világért, add, hogy ebben a világban megmaradhasson a te néped szabadsága. Az a belső lelki szabadság, mely nem a külső körülményeken múlik, hanem azon, hogy mi valóban hiszünk-e benned, bízunk-e benned, hogy hozzád tartozunk-e. Tartsd meg ezt a szabadságot. Imádkozunk azokért, akik üldöztetésben, nyomorúságban, háborúságban vannak. Adj békességet, több józanságot ebbe a világba. Eleget bántottuk már egymást. Menj el, édesatyánk, imádkozunk népünkért, nemzetünkért, a nemzeti ünnepre készülve. Azt kérjük tőled, hogy áldj meg bennünket és őrizd meg minket, hogy mi is a te néped lehessünk. Krisztus Jézusért kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Ámen. Testvérek, csendben a saját személyes imádságunkat mondjuk el, utána pedig hangosan mondjuk a mi atyánkot. Áldott az Isten, aki meghallgatja a mi könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké. Ámen. Foglaljunk helyet. A 401. énekünk egy nagyon szép és régi ének, 16. századból Sztárai Mihály Egyedüli reményem, Ó Isten, csak te vagy, mind az 5 verset énekeljük. Thank you.
Testvérek, hirdetések, jövő héten, jövő vasárnap, augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe és az új kenyér ünnepe, úrvacsorás istentisztelet, úgyhogy szeretettel hirdetem és kérlek benneteket, hogy ha lehet, akkor gyertek el, vegyetek részt az úrvacsorai közösségben. Hirdetem azoknak, akik otthon csatlakoznak az Isten tisztelethez, hogy ők is velünk együtt vehetnek úrvacsorát, tehát otthon készítsék elő a kis kenyeret, a kis bort, és velünk együtt úrvacsorázhatnak. Úgyhogy jövő vasárnap, augusztus 20-a, tehát ünnep, egyházi és hát számunkra nemzeti ünnep is, úgyhogy nagy szeretettel hívogatlak benneteket. Hirdetem, hogy jövő héten is a szokásos alkalmakat tervezzük megtartani, tehát az a tervünk, és úgy szeretnénk, hogy kedden legyen bibliaóra, úgyhogy szeretettel várunk bibliaórára, és csütörtökön pedig folytatódjanak a közösségi beszélgetések. Most is hirdetem, hogy aki szeretne adakozni, vagy egyház fenntartói járulékot fizetni, azt az irodában tudja megtenni. Ezt azért hirdetem, mert számunkra ez így észszerűbb, és nektek is jobb. Ilyenkor mindig tudunk nyugtát adni, és tudjuk az adományokat köszönettel nem csak fogadni, hanem nektek is nyugtázni, úgyhogy az irodában, a templom után ezt meg tudjuk tenni. Hirdetem, hogy ma is van közösségi ebéd. Gyertek, ebédeljetek velünk, csülkös bableves van, úgyhogy
Aki szeretne velünk ebédelni, azt nagy szeretettel hívjuk, várjuk az ebédre. Más hirdetés van, azt hiszem, hogy minden hirdetést elmondtam, ha véletlenül valamit elfelejtettem, akkor szóljatok, azt hiszem, hogy nem. Úgyhogy az utolsó énekünk, mint mindig, a nemzetért való imádság, a magyar himnusz, úgyhogy gyertek, énekeljük együtt, hogy Isten áld meg a magyart. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Ámen.